Ez a Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora. Gépészmérnökök, gyógypedagógusok, pénzügyi szakemberek, jelentősen növelte hallgatói létszámát a kaposvári kampusz. Vége a botladozásnak, megújult a járda egy szakasza a Szondi utcában. Anyagjavításnak indult, művészet lett belőle, a csipkeverés hagyományát elevenítették fel Szennán. Jó estét kívánok! Szerdán este kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, mára pedig az is kiderült, hogy mely szakon hány hallgató fog tanulni. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári kampuszára több mint kétszer annyian jelentkeztek, mint az előző évben. Izgatottan várta az SMS-t még Szerdán Possza Dorina. Innen tudta meg, hogy felvették-e pénzügy és számvitel szakra. Végül 90 társával együtt örülhetett a sikeres felvételinek. Mindig is szerettem a matematikát, mindig is érdekelt a matematika a logikája miatt, azért, mert nem egy tanulós tantárgy, azért jó kell ott is tanulni, de nem az a nagyon tanulós tantárgy, illetve mindig 4-es, 5-ös voltam belőle. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári kampuszán 736 új gólya kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Többen jelentkeztek ide tanulni, mint tavaly ilyenkor. Az egyetemen mind az 5 képzési területen nőtt a felvettek száma. Agrárképzési területen összesen 206-an kezdik a tanulmányaikat. Legnépszerűbb képzés idén is a lótenyésztő és lovasport szervező agrármérnök volt, ez mellett népszerű volt a mezőgazdasági mérnök alapképzés is. Az előbbire 38 főt, míg az utóbbira pedig 54 főt tudtunk felvenni. Népszerű volt továbbá az állattenyésztő mérnök alapképzés is, valamint az osztatlan agrármérnök szakunk is. Tavaly szeptemberben indítottuk el először az élelmiszer mérnök alapszakot levelező formában. Erre idén összesen 23 fő nyert felvételt, amire azt gondolom, hogy a jövőre nézve elég biztató. A 2 éve indított gépészmérnök alapszakra 24 fő fog járni. Pedagógus képzési területre pedig kétszer annyian jelentkeztek. 331 hallgató tanul majd óvónőnek, tanítónak, csecsemő és kisgyermeknevelőnek, vagy gyógypedagógusnak. Idén sikerült elindítani a gyermekkultúra mesterképzést is. Ez utóbbin folytatja tanulmányait Tárnoki Kata is, aki nemrég vehette át tanító diplomáját. Amikor megkaptam az SMS-t, akkor megnyugodtam. Nagyon örültem neki, mert az elmúlt években egy nagyon szoros kötődést érzek így az intézmény iránt, és bár szeptembertől belépek a munkavilágába is, de azért még valamennyire egyetemista maradok, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó átmenet a tanulmányokból a munkavilágába. A művészeti képzések között a sláger, a színművész, a képi ábrázolás és a média dizájn alapszak voltak. Akiknek most nem sikerült, azok élhetnek a pótfelvételi eljárás lehetőségével. A meghirdetett szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre legkésőbb augusztus 6-án évfélig lehet jelentkezni. Pótfelvételi eljárásra az jogosult, akit egyetlen általa megjelölt képzése sem vettek fel, vagy nem jelentkezett a felsőoktatásba. Idén csaknem 50 egyetemi és főiskola hirdet ilyen képzéseket, köztük a Mate kaposvári kampusza is. Honlapjukon már olvashatók a meghirdetett szakok, többek között pénzügy számvitel, állattenyésztőmérnök vagy épp gépészmérnök képzésre is lehet jelentkezni. A pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény egyetlen képzésére lehet jelentkezni. Teljesen megújult a Szondi utcai járda egy része. A 42 méteres szakaszt a lakók kérésére tették rendbe, mivel az már botlásveszélyes volt. Rendkívül jó a szélessége, mert szerintem az is nagyon fontos, hogy nem keskeny lett, hanem hát igen, itt két ember kényelmesen átfér egymás mellett babakocsival is. A legszigorúbb bírálók az itt lakók tesztjén is átment a Szondi utca megújult járda szakasza. Azt, hogy épp ezt a részt fejleszék, az itt élők döntötték el, és kérték a körzet önkormányzati képviselőjétől. Nagyon jó érzés, hogy az itt élő lakók véleményét figyelembe veszik, nyitott fülekre talált az ő kérésük is, és az újjáépített járdán sokkal biztonságosabban közlekedhetnek a gyermekek, gyermekes családok, babakocsival, idősek, itt élők. Ez egy nagyon fontos számunkra.
A járdának ez a része már teljesen töredezett volt, így a 42 méteres szakaszon teljes egészében felbontották az aszfaltot és újat is terítettek le. Tavaly a Kinizsi lakótelepiek kérését teljesítettük, ott a Kinizsi utcában készült egy hosszabb járdaszakasz, aztán a Leány otthon előtti járda készült el a kerékpárúttal egy időben. A Füredi úton is készült járda felújítás a Toldi és a Kinizsi lakótelep között. A város idén 1,4 milliárd forintot költ út és járda felújításra. A pénzből tucatnyi helyszínen teszik kényelmesebbé és biztonságosabbá a közlekedést, így többek között a Baross Gábor és a Főutcában, emellett több mint 80 helyszínen teszik rendbe a zárt kerti utakat, és megkezdődik 1398 darab aknafedlap cseréje is. A kertművelés művészetéről tanulnak három napon át Somogy vármegyében a Kertbarátok. Konferenciájuk tegnap vette kezdetét a Városházán, ahol többek között Kaposvár természeti és mezőgazdasági értékeiről is szó esett. Kaposvár évről évre díjazza a legszebb virágos portákat, kerteket és erkélyeket, ráadásul a város számos pontján pompáznak virágágyások, sőt a város megnyerte az Európai Virágos Város fődíját is. Ez a belváros, a város, ahol dísznövények uralnak, viszont a városon kívül, a külterületeken, agglomerációban és a megyében pedig ugye a haszonnövényeket termelik az emberek, és ez pedig olyan szempontból rendkívül fontos a város számára, hogy az itt megtermelt terményekre pedig a városnak egy hagyományosan erős, és hála jó Istennek nagyon gyorsan és dinamikusan fejlődő élelmiszeripara épült. A Kertbarátok éppen ezért gyűltek össze a Somogyi Vármegye székhelyen, ahol háromnapos szakmai továbbképzésen ismerkedhetnek meg az új technológiákkal és fajtákkal. Országos szövetségük elnöke nyitóbeszédében úgy fogalmazott, korban eltolódott a kertet gondozók száma. Régen ez a szakmánk, ez apáról fiúra szállt. Ma már ezt nem mondhatjuk el sajnos, és az idősebb generációban is látjuk, hogy annyira nem értenek a kerthez, amikor elérik a nyugdíjas korosztályt, akkor kezdik magukévá tenni azt az ismeretanyagot, amit ugyan általános iskolának a biológiai óráin már elsajátítottak, de az a generáció, amely a pályáját építi, az gyakorlatilag lemarad erről. A Kertbarátok szerint szerencsére a koronavírus járvány alatt rengetegen fordultak ismét a kertészkedés felé, még az emeletes házakban is. Többen fedezték fel például a cserepes növénytermesztés fortéjait. Rengeteg új kertépítő közösség alakult az elmúlt két évben, és a fiatalok aránya is lassan felzárkózik az idősebb generációhoz. Visszanyerte a megbecsülését. Ez a mezőgazdaság az, amely rávilágította arra, hogy képes az önellátásunkon gondoskodni. És ma már azt tudjuk mondani, hogy olyan fontos lett nem csak nemzetgazdasági szempontból, hanem az ellátásunk szempontjából, hogy kiemelt jelentőségűvé vált. Ennek része a kertészet, a szántóföldi, a növénytermesztés, az állattenyésztés, és úgy teljes egészében az agrárium teljes vertikum, amit tud nyújtani. A konferencia résztvevői a tanácskozás mellett látogatást tesznek a desedán, a szőlősgyöröki levendulásban, valamint a szennai gyümölcsösökben is. Visszatérnek a stadionba. Vasárnap kezdi meg a szezont a Rákóczi. A koronavírus járványt követő visszaesés után ismét egyre népszerűbb a kaposvári Takázsra könyvtár. A kölcsönzések aránya mára már megközelíti a pandémia előttit. Naponta 250-300-an is megfordulnak az intézményben. Gyermekeivel rendszeresen jár könyvtárba ez az anyuka. Azt mondja, hetente többször is eljönnek, mert a kicsik imádják a meséket. Minden héten járunk könyvtárba, hozzuk visszük a könyveket esténként. Abból mesélünk nekik, ők választják ki, hogy melyiket szeretnék, és nagyon-nagyon sokat tudnak fönt játszani, ugye van egy ilyen kis játszó rész is, úgyhogy nagyon élvezik meg, hát sok kis baráttal ismerkedhetnek meg.
A nemrég kívül belül megújult könyvtárba hamar visszatért az élet, pedig a koronavírus járvány miatti korlátozások idején jelentősen megcsappant az olvasók száma. A tapasztalatok szerint csupán az idősebbek bátortalanabbak még mindig. A Covid után főként a folyóiratolvasó és az internetező olvasóink nem tértek vissza olyan arányban, mint mondjuk a könyvolvasók. A könyveket ugyanúgy olyan számban már kölcsönzik, mint 2020 előtt, viszont nagyon sok idős nem tért hozzánk vissza napi szinten folyóiratot olvasni. Naponta 250-300-an is megfordulnak a kaposvári könyvtárban, ráadásul az intézmény nyáron is számos programot szervez. Csütörtökönként például zenés, mesés, interaktív foglalkozások várják a családokat. 20%-kal nőtt a halak és a haltermékek iránti fogyasztói kereslet az országban 2015-höz képest. Az Agrármarketing Centrum adatai szerint ez annak a kampánynak köszönhető, amely a halfogyasztást ösztönözte az elmúlt 7 évben, rendezvények, roadshow-k, megjelenések, médiakampányok segítségével. Míg 2015-ben a magyarországi éves halfogyasztás fejenként alig haladta meg az 5 kg-ot, mostanra ez a mennyiség csaknem 7 kg-ra emelkedett. Mindezt nagyban elősegítette, hogy egyre több élelmiszerlánc forgalmaz konyhakész, csomagolt filézet vagy darabolt halat. A csipkeverés ősi hagyományával ismerkedhettek meg a kézművesség iránt érdeklődők a Pacai Katica tanyán. A technikák mellett a különböző eszközöket is megtanulhatták kezelni. Többfajta magyar csipke is bekerült már az értéktárba, a hungarikumok elkészítését pedig most bárki elsajátíthatta a hétvégén a Katica tanyán. Illés Veronika hobbi csipkeverő úgy tudja, a mesterségéről szóló legrégebbi adatok a 16. századi Olaszországból származnak, ahonnan az aztán egész Európában elterjedt. Magyarországon a legjelentősebb fajtákat a mai napig készítik, például a halasit, a balatonendrédit vagy a torockóit. A csipkeverés azt hiszem, hogy úgy keletkezett, legalábbis úgy hallottam, hogy a szőttes az már egy régi dolog, a szövés. És mikor a szövésnek a szélei úgy kezdtek el szakadozni, akkor megpróbálták kijavítani. És azt így tudták kijavítani, hogy lesúlyozták a szövés szálait, és a másik szállal meg átszőtték. Úgyhogy valószínűleg valahogy ilyen módon alakult ki a csipkeverés. A vert csipke készítéséhez több eszköz is szükséges. Legalább 4 fonallal készül, de ennél többel is dolgozhat a csipkeverő. Ez olyan párna, amiben száraz ácitált fűrészpor van, be van erősen keményre tömve egy ilyen anyagba, arra van ráhúzva ez a másik. Rá van feszítve a minta, az előrajzolt minta, és ezzel lehet dolgozni. Ami kell hozzá, ugye az orsó. Ezek szoknyás orsók, mert van rajta egy ilyen védő, és itt alul van a cérna. Ezzel tudunk dolgozni, kell hozzá gombostű, ezek ilyen segédtük, amire rá tudom akasztani a szálakat, hogy ne keveredjenek össze. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi kell hozzá. A Pacai Élményközpontban rendszeresen tartanak olyan kézműves foglalkozásokat, mint például a bőrművesség, a fazekasság vagy az agyagozás. Ezekkel mind az elfeledett mesterségeket szeretnék bemutatni a gyerekeknek a szervezők. Olyan csodálatos mesterségek, amik sajnos kihalóban vannak, és nem biztos, hogy máshol megtalálják a gyerekek, a hozzánk ellátogató családok. Nem biztos, hogy találkoznak vele. Itt legalább tudnak, megbecsülik ezt a csodálatos munkát, mert hát ezek kemény tudást igénylő és nagyon hosszú időt is igénylő munkák, műveletek, és kicsit ki is próbálhatják. Legközelebb a középkori lovagok életét ismerhetik meg majd az érdeklődők. Kisorsolták a Somogyi Magyar Kupa előselejtezőinek párosítását. A sorsolás eredményeként a Kaposmérő, a Segesdel, az FC Balcsa Csurgói TK-val csap össze, a Mezőcsokonya pedig az Öreglaki Médosz Ese csapatát fogadja augusztus 5-én. A felek megegyezése esetén ugyanakkor a mérkőzések augusztus 10-éig más időpontban is lejátszhatók. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, mindegyik párharcban. Hosszabbítás nincs, és amennyiben a rendes játékidőben döntetlen az eredmény, úgy a 11-esek döntenek. Vasárnap a Szent Lőrinc elleni hazai találkozóval megkezdi az NB3-as labdarúgó bajnokságot a kaposvári Rákóczi. A csapat átalakult kerettel vág neki a szezonnak, a nyáron ugyanis 10 távoztak és 5 új játékos érkezett. Az együttes a hazai mérkőzéseit újra a stadionban játsza majd, ugyanis a gyepcsere után visszatérhettek otthonukba.
Július utolsó hétvégéjén elrajtol az NB3-as labdarúgó bajnokság. Az előző idény után az MLS átszervezte a harmadosztály csoport beosztását. A csapatok az eddigi három helyet 4 csoportban küzdenek majd egymással, a Rákóczi pedig a délnyugati csoportban kapott helyet. A 16 csapatos mezőnyben kiegyenlített erőviszonyokra lehet számítani, habár van két együttes, amely egyértelműen a feljutást tűzte ki célul. Ugye van két kiemelkedő csapata a mezőnybe, akik kijelentették, hogy azonnali feljutás a cél, a Nagykanizsa és a Szentlőrinc, akikkel ráadásul vasárnap kezdünk. Ők kiemelkednek a játékos állományukkal, míg a többi csapat nagyjából egyelő. Ott nüanszok az aktuális forma, a felkészülés sportforma fog számítani, úgy gondolom. A Rákóczi a felkészülés során 7 edzőmeccset játszott, többször náluk magasabb osztályban szereplő csapatok ellen. Összecsaptak például az NB1-ben frissen feljutó MTK-val, illetve az NB2-es Siófokkal és Péccsel. Horváth Rudolf úgy véli, a Rákóczi felkészülten várhatja a szezont. A felkészülés az rendben volt, azt gondolom, hogy a keret létszámához képest mindent megtettünk, edzés mennyiségben, edzés minőségben, edzőmérkőzések számában, ott jól szerepeltünk, igazából készen vagyunk a rajtra, de hát bármi lehet, ugye 6 nap 3 mérkőzés következik, ráadásul kőkemény sorsolásunk van. A Rákóczinál nyáron nagy volt a jövésmenés. 10 távoztak az együttestől és 5 érkeztek, köztük az olasz-magyar kettős nemzetiségű Mazzonetto Ikrek. A két 21 éves labdarúgó az utóbbi 3 évben a Ferencváros NB3-as együttesében játszott, de az első számú csapatnál is kaptak lehetőséget a bizonyításra. Nagyon sokszor ugye a felnőttel edzettünk, sokszor egymás ellen játszottunk az NB3 és az NB1 között, úgymond minden héten egyszer volt kb. És úgyhogy azt hiszem egyszer volt az, hogy edzőmeccsen játszottam a felnőtt csapatnál. A tesóm játszott Magyar Kupán is. Nikoló és testvére Alessio már a felkészülés elején csatlakozott a Rákóczihoz. A fiatal játékosok úgy érzik, sikerült beilleszkedniük az utóbbi néhány hét alatt. Befogadó volt mindenki, az egész csapat, meg az edző is, éreztem a bizalmat. 6 edzőmérkőzés volt, ha jól tudom, szóval voltak jobb eredmények, voltak kevésbé jobbak, de úgy gondolom, hogy fejlődik a csapat, de eddig nagyon pozitív, így az egész, a város is nagyon szimpatikus, az emberek is nagyon befogadóak, szóval eddig csak pozitívan tudok mondani, és ezért választottunk tesómmal úgy, hogy ideigazolunk, mert tényleg nagyon érezzük itt magunkat. A Mazzonetto testvérek a hétvégén debütálhatnak új csapatukban tét meccsen. A Rákóczi az NB3 nyitókörében a Szentlőrincet fogadja vasárnap 17 óra 30 perctől a Cukorgyári Gödörben. Az együttes ugyanis a gyepcsere után visszatérhet az otthonába. Főbb híreink még egyszer röviden. Gépészmérnökök, gyógypedagógusok, pénzügyi szakemberek, jelentősen növelte hallgatói létszámát a kaposvári kampusz. Vége a botladozásnak, megújult a járda egy szakasza a Szondi utcában. Anyagjavításra kiindult, művészet lett belőle. A csipkeverés hagyományát elevenítették fel Szennán. A Rákóczi meccsét vasárnap élőben közvetítjük majd internetes portálunkon a kapos.hu-n, ahol számos egyéb érdekességről is olvashatnak. Híradóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket a képernyő elé. Szép hétvégét kívánok! Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A kapos.hu után már is jön az időjárás jelentés. Már
Már érezteti hatását az újabb felmelegedés, visszatér a kánikula, de holnapig nem várható csapadék. Szombaton a maihoz hasonlóan többnyire napos idő várható, helyenként azonban átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet. A délnyugati szél megélénkül, a hajnali órákra 17-19 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 29-31 fok között alakulnak. Vasárnap szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati szél megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 18-20 fok között lesz a hőmérséklet, amely délutánra már 28-30 fok közé melegszik. A jövő hét első felében is folytatódik a változékony, átlagosan meleg idő. Az időjárás jelentés támogatója. A kortalan fogyás támogatója a Vertim tesúcsökkentő mátrix. Vertim.hu